Adásunk elején tekintsék meg rövid híreinket. Személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt Kaba határában a 4-es főút 191-es kilométer szelvényénél. A kékszínű Opel balra szeretett volna lekanyarodni, de a mögötte a Püspökladány felől érkező Volvo hátulról belecsapódott. Az elsődleges információk szerint egy felnőtt és egy gyermek sérült meg a balesetben. A helyszínelés és a műszaki mentés időtartamára félpályás útzárat rendeltek el. Bagó és Cica címmel két személyes előadást tekinthetett meg a hajdúszoboszlói közönség a Kulturális Központban. Jordán Adél és Szabó Kimmel Tamás már több mint 4 éve játsszák ezt a darabot töretlen sikerrel. Mindkettejükkel előadás előtt beszélgettünk a siker titkáról, a darab mondani valójáról és a vidéki játék szépségeiről. A programról jövő heti adásunkban számolunk majd be részletesen. Egy friss uniós program keretében ingyen wifire pályázhatnak az önkormányzatok. Magyarországról már több mint 20 település regisztrált. Az Európai Bizottság 120 millió eurós büdzsével elindított egy kezdeményezést, amelyben minden európai önkormányzat pályázhat közösségi wifi hotspotok kialakítására. Magyarországról jóformán az összes település pályázhat az ingyen wifire, Budapest kerületeit is beleértve. Az utalványok a kedvezményezett egyetlen önkormányzat nevére állítják ki. Minden önkormányzat csupán egy utalványt használhat fel a kezdeményezés teljes időtartama alatt. A hazai szállodák kiemelkedően jól kezdték a 2018-as évet. Januárban forgalmuk országos szinten 10,4%-kal, Budapesten 8,1%-kal, a Budapesten kívüli szállodákban 12,4%-kal, a balatoni régiókban 16,4%-kal volt magasabb a tavainál. 2018. januárjában a magyarországi szállodai kínálat, a szobák száma országos szinten 54.590, Budapest 19.526, a fővároson kívüli szállodákban 35.064, a balatoni régióban 7.885 volt, olvasható az MSES legfrissebb trend riportjában.